Köszöntöm a kedves nézőket! Mai testőrben Gerőcs Katalinnal fogunk beszélgetni, Szentendrés Vidéke Praxis Közösség projekt vezetőjével. Sok szeretettel köszöntöm Önt itt a stúdióban. Köszönöm szépen! És azért hívtuk meg, hogy beszélgessünk egy kicsit itt az elmúlt egy évről, hiszen január 1-én indult a Praxis Közösség, méghozzá egy pályázat keretében. Mit tudhatunk pontosan erről a pályázatról, és hogyan indult? Hát most viccesen kezdjem, hogy a pályázat pontos nevét mondjam, mert akkor elmondom, mert kötelező is amúgy. A VECOP 723 kötőjel 17 kötőjel 217 kötőjel 0005 számú pályázat, aminek az a neve, hogy Szentendrés Vidéke Praxis Közösség létrehozása és működtetése. Alapvetően Szentendrén 4 háziorvosi praxis tartozik ide. Hasis doktornő vállalta ennek a praxisnak egyrészt a pályázatnak a kezelését, megírását, illetve kvázi nem egészen, de mégis konzorciumi formában való működését. Gombás doktornő, Szente doktornő, Barta doktor úr, illetve ő részvételével, valamint Budakalászon Gál doktornő praxisa tartozik ide, hogy legyen egy gyerekgyógyászunk is Csobán Károly, a Kollár doktor, aki nagyon érdekes területe van, majd erről külön szeretnék mondani egy-két gondolatot, illetve Hilis Szent Lászlón a Barta doktor félkörzete, és hogy a Sziget sem maradjon ki, Sziget Monostoron Kondor Andreáé. Tehát ez egy klassz kis csapat, és igazából ez a csapat, mint Szentendrés vidéke, lefedi azt, ami az EFI-nek a feladata az egészségfejlesztési irodának, hiszen 12 településen próbálunk egészségfejlesztési programokat vinni, és azért sok helyen ezek együttesen is működnek meg, természetesen külön-külön, mert két külön pályázatról van szó. Említette itt az orvosokat, házi orvosokat, akik részt vesznek a praxis közösség munkájában. Mennyi idő volt az, illetve hogyan kell ezt elképzelni magát az előkészületet, amíg mindenkit külön-külön megszólított, hogy január 1-ével tényleg el tudjanak indulni? Most magának a pályázatnak a fölállításáról beszélünk. Ugye hát ez egy nagy álom volt, én elmondom őszintén, én 10 éve álmodom erről. Nagyon sokan így gondoltuk, akik látták és figyelték a magyarországi egészségfejlesztés, illetve népegészségügyi programoknak a mindig újraírt változatát, de valahol mindig jobb lett valami. És abba bíztunk, hogy akkor mire elérkezünk oda, hogy mi is megpályázhatjuk, jó lesz. Ugyanis tudni kell azt, hogy a közép-magyarországi régió nem volt kiemelt, semmiképpen nem tudtunk kiemelten pályázni. Most először nyílt lehetőség arra, hogy a VECOP pályázatokba Pest megye, Budapest pályázhatott. Eddig csak az ország egyéb konvergencia régióiba lehetett. No, és a sok-sok álom után 2017-ben nyit lehetőség arra, 2 évvel ezelőtt, hogy kiírták ezt a pályázatot, és el is készítettük. Mind az EFI elkészítette a maga pályázatát, ami a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei pályázott ide, úgyhogy mind a 12 településnek a járásban bírja azt a testületi döntését, természetesen a szentendrei testületi döntéssel együtt, hogy igen, támogatja a város az intézménynek az EFI iroda létrehozását, támogatja azt, hogy a lakosság részt vegyen benne, támogatja az iskolai részvételket, és hát, ha valami jó, okos dolgot tudunk mi kihozni belőle. Tehát ez az EFI része. A másik pedig 2017-ben szintén kiírták pár hónap eltéréssel a praxis közösségi pályázatokat, amit szintén megpályáztunk, és ezt pedig Hasis doktornő pályázta meg. Összeraktuk, hát szenvedtünk egy kicsit vele, mert azért ez egy újfajta kiírás volt, hogy hogy lehetne ezt jól megcsinálni többletszolgáltatásokkal, és minél szélesebb körű megszólítással. Ami végül is 2018 nyarán jött a nagy hír, tehát több mint egy évet vártunk arra, és jött a hír, hogy na, hát nagy szerencsével nyertünk. Azt külön kiemelem, hogy a közép-magyarországi régióban igazából 6 nyertes pályázat volt a praxis közösségek részéről, és az egyik mi vagyunk. Tehát ez egy előkelő helyezés, és igazából az EFI-ben is hasonló a helyzet, ez az 5-ös számú sor, ez egy jó számnak tűnik, hogy nyerésben is benne vagyunk. Mik voltak egyébként azok a célok, amelyek mozgatták önöket, illetve hogyha itt akár visszatekintünk itt az elmúlt 11 hónapra, azok a célok, amiket kitűztek, azok hogyan valósultak meg? A célok az, amit említettem, hogy 10 éve álmodozunk erről, és tovább mennék még régebben, ugyanis Szentendrén
körülbelül 20 éve folyik, 98-ban alakult az Egészséges Városért Közalapítvány. Tehát ennyire messze megyek vissza. Amit igazából Pázmány főorvosnő, aki a SZEI-nek ma vezetője, alapított meg, illetve az akkori önkormányzat teljes messzélességet támogatott. És ezt azért kellett akkor határozatba és cégbírósági bejegyzéssel létrehozni ezt a közalapítványt, mert a WHO-nak van egy olyan európai városokat összefogó szervezet, amit úgy hívnak, hogy WHO Egészséges Városoknak a Szövetsége. És ez a szövetség Magyarországon is létrehozott egy hálózatot, ami az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége volt akkor, Pécs projektvárossal és Győr projektvárossal, és 25, majdnem volt idő, amikor 30 város volt a tagja. Szentendre szinte kezdetektől 98 volt a tagja, és ez egy fontos dolog, ugyanis a WHO irányelvek alapján próbálják meg ezek a városok azt a fajta egészségnevelő, egészségfejlesztő, egészségkommunikációs, egészséges város szemléletet átvinni a köztudatba, illetve eszerint dolgozni, ami jelent egy irányítóhatóságot, ami kompletten nekünk egy kuratóriumot jelent, akiben benne vannak orvosoktól kezdve tanárok, jogászok, szociológusok, én magam is pedagógus és biológus végzettségű vagyok, tehát ez még egy szerencsés dolog, vagy jogilag az egészségügy betegjogi részét is képviseljük. Tehát egy olyan széles palettán próbálunk mozogni, ami mindenképpen pozitív a kifejlett miatt. És ez volt a lényege, hogy ez a közalapítvány próbálta azt a fajta szemléletet magáévá tenni, amiből a végén kijött 2003-ban egy úgynevezett környezetegészségügyi akcióprogram, ami egy zseniális anyag volt, ugyanis fölmértük, hogy melyik területén a környezetegészségügyben a levegőminőségtől kezdve az utak hálózatáig, az élhető városig, a környezettudatos magatartásig mit tudunk tenni. Ez egy nagyon komoly anyag, amit aztán felül kell vizsgálni időnként, és a közalapítványnak volt egy támogpályázata rá 5-6 évre, 2010-ben, amikor újra megcsináltuk az egészségtervet. Maga a rendelőintézet szintén megcsinálta maga egészségtervét, és most jutottunk el oda, hogy ez a bizonyos EFI pályázat ad lehetőséget arra, illetve a praxisban is majd, középen a közalapítvánnyal, hogy megcsinálunk egy járási egészségtervet, ha minden igaz, és Isten is úgy akarja. Tehát ez egy hosszú-hosszú folyamat, ami vannak benne döccenők, aztán nem, és ha elég elkötelezett az a csapat, aki ezt elkezdte akkor, akkor azért ennek a vége felé lehet látni, hogy milyen hasznot, milyen egészségnyereséget, milyen kommunikációs nyereséget hozunk ebből ki. Említette azt is, hogy több pályázat is nyert itt a közép-magyarországi régióban. Vannak esetleg egyébként kapcsolatban a többi nyertessel, akár így egymást ilyen módon tudják segíteni? Mindenképpen vagyunk kapcsolatban. Egyrészt azért ez a az egészségügy is egy szűk paletta, tehát azt szoktuk mondani, hogy ha nem is ismerünk valakit, akkor az nem tudjuk, hogy tényleg létezik. Tehát annyira szorosak az egymás segítés és kapcsolatok. Konkrétan, ami most a praxist nézem, akkor a Verőcén van egy másik praxis, azt hiszem, őket úgy hívják, most nem akarok rosszat mondani, talán a Dunakanyar praxis, vagy ilyesmi a neve. Van Ráckevén egy másik praxis, és ilyen praxis értekezeteket szoktak mozgatani központon keresztül tartani. Van Zuglóban egy házi orvosi praxis, egy talán még, ha jól tudom, Szigetmonostoron is van egy, és az EFI részéről, akikkel mi kapcsolatban vagyunk, az a Váci EFI iroda, a Váci kórház pályázott meg, és ő működtetés nyer. A Hermina úti rendelőben, igen, a Hermina úti rendelőben a Zuglói Egészségügyi Szolgálat pályázott egy EFI irodára, ők működnek jól, igazából hirtelen ezek, amik úgy eszembe jutnak, illetve Pesten, amikor a minisztérium, illetve a Népegészségügyi Intézeti módszertani központok tájékoztatóit csinálják, akkor ott mindenki ebben a területben szakemberként ott van, és akkor egymás között azért vannak információcserék. Tehát kapcsolat van a különböző szintereken történő működő intézmények között. És hát, hogyha csak ezt a 10-11 hónapot nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy nagyon sok programot szervezett a praxis közösség, illetve fitnessparkok is épültek. Mi az, amit így leginkább kiemelne így ebből az elmúlt 11 hónapból?
nagyon sok adminisztráció volt az elején, tehát ezen muszáj elmondanom, hogy ez borzasztó, ez a rengeteg adminisztráció, tehát megöli szinte a magát, azt az érdemi munkát, amit kellene végeznünk lelkesedéssel, de hát túl vagyunk rajta, tehát igazából ez a feladatom nekem is, hogy amennyire lehet az adminisztrációs részeket próbáljuk összefogva, de csökkenteni. No, alapvetően áprilistól, március végétől áprilistól körvonalazódott az előkészületek egyebek után, hogy miket tudunk tenni, és akkor alakultak ki minden egyes praxisban úgynevezett egyéni állapotfelmérések. Ezek egy szakmai szempontok alapján összeírt, kifejezett orvos szakmai szempont alapján összeírt kérdőívek, és egy úgynevezett véletlenszerű választás alapján lettek behívva az adott praxishoz tartozó betegek, és akkor itt jön a kérdés, hogy volt, aki nem akart jönni, volt, aki nem ért rá, tehát sokan mégsem bevonhatók ebbe a rendszerbe, pedig hát ugye itt az lenne az érdekes, hogy megfelelő korosztályonként lehessen bevonni a 20 évesekből, a 40-ből, a 50-ből, 60-ból embereket, megnézni valóban, hogy az egészségi állapot hogy néz ki. De működik ez, tehát minden praxis nagyon jól tudja kezelni a saját betegállományát, illetve kliensállományát, mert nem mindenki beteg, akinek házi orvosa van, ugye. Tehát ez egy fontos dolog volt, hogy be tudjuk őket vonni, és ezzel párhuzamosan alakultak ki a praxisban. Ugye az a többletszolgáltatás, amit az előbb említettem, amit gyógytornászok végeznek például, tehát külön speciális gyógytornák vannak, vagy dietetikai tanácsadás van, vagy elindítottunk Nordic Walkingot, vagy van a Williams életkészség tréning, tehát a mentálhigiénés támogatás is működik és szerepel. Jóga van, jogát lehet csinálni, van külön lelki tanácsadás, és a gyógytornának is különböző formái. Ez kifejezetten szigorú szakmai előírások alapján működik úgy, hogy a házi orvosnál jelentkező páciens, aki megkapja az állapotfelmérést, tehát ott válaszolni kell jó pár olyan kérdésre, ami mondjuk a családi anamnézis felvétele, tehát a hajlandóság, a rizikotényezők felmérése és egyéb, és ezek után mit gondolunk? Túlsúlyos az illető, vagy még nem túlsúlyos, de ott a rizikó, hogy igen, van arra útmutatás, hogy az lesz, vagy valamilyen gerincterhelése van, mert állandóan ülő munkát végez, vagy éppen, hogy fizikai munkát végez, és ezért kell valamit lazítani. Tehát nagyon sok olyan szempont van, amit ha megkérdez a háziorvos, akkor ki tudja szűrni azonnal, hogy mik azok a rizikotényezők, és akkor ez szerint van egy orientáltság, hogy mondjuk, ha valamilyen inzulin rezisztencia gyanú van, vagy akár kockázati tényező, de még nem alakult ki, akkor viszont egy kifejezett életmódklub egy dietetikai vonalra állítja rá a beteget, és akkor egy 3-6-5, kinek mennyire van szüksége, alkalommal elmegy, ott egy teljesen normális csoportfoglalkozás, vagy egyéni foglalkozás, mert egyéni tanácsadás is van, alapján egyénre szólóan is el tudják mondani, hogy mit kéne másképp csinálni, hogy legyen, mint legyen, és egy 2-3 hónap múlva jöjjön vissza, és megnézzük, akkor mi az eredmény. Tehát ezért ebbe van szűrővizsgálat, tehát van vérvétel is, koleszterin szint, vércukorszint, és egy általános, ezt hozzátartozik az állapotfelméréshez, és utána lehet tovább lépni, hogy és akkor mihez van még kedve, és lehet, hogy valaki nagyon szeretne jogázni, és akkor van egy lehetőség rá. Most hozzá kell tennem, hogy ezek ingyenes programok. Tehát ez a csodálatos, hogy a pályázat ezt teszi lehetővé, hogy ingyenesen tudjuk ezeket a programokat nyújtani, és egy fontos információt azért elmondanék, hogy a 6 praxis, vagy 7 praxisnak az ellátási körzete 17-18, majdnem 18 ezer ember. Tehát ugye csak a praxis létszámot összeadva mindenkinél, és igazából 850 bevont, 890, mondjuk majdnem 900 bevont főt kell indikátorként a pályázatban produkálnunk, tehát ez eloszlik a praxisoknál. És azért nem kevés az, hogy 5-6 alkalommal ezeket az embereket megszólítjuk, mert ha most 900-at megnézek, akkor 9x6 alkalmat szóz az 5400 alkalom. Tehát ez a számok tükre az nagyon érdekes, hogy úgy tűnik, hogy 1500 prevenciós órát kell teljesíteni. Az nagyon sok az 1500 prevenciós óra. Az úgy fordul le, hogy hetente 2 órát tart mindenki. Van, aki reggel 7-től tartja 9-ig, van, aki délután tartja, van, aki este tartja. Tehát ahogy a saját betegeit ismerve, ki mikor tud elmenni oda. És ez kiegészíti a nővéri prevenciós tanácsadás is.
Mi volt egyébként nehezebb a közösségnek az életében, mondjuk az elmúlt 10-11 hónapban az orvosokat bevonni, vagy pedig a civileket? Bontsuk két felé, ugyanis az orvosok bevonása ugye a saját praxisukban érdekelt kell, hogy legyen, hogy ő minden valamit felmutasson. Tehát azért az a kötelezettség, hogy összességében a praxis közösségnek a vállalása, hogy milyen indikátorok alapján kell teljesíteni azokat a pályázatban lefektetett elveket, illetve gyakorlatot, az mindenképpen szigorú, mert hiszen az irányító hatóság akkor nem fogadja el a szakmai beszámolót, akkor nem kapjuk meg a finanszírozást rá, akkor nem tudunk béreket fizetni, akkor nem válik ingyenessé a program. De ezt nem akarjuk, tehát az a lényeg, hogy arra törekszünk, hogy mindenki tegye meg a maximumot. Nehéz az orvosokat terhelni, tehát én most szándékosan, mint mégis kívülálló azt mondani, hogy látom azt, hogy mennyire terheltek a doktorok a praxisokban, de azért naponta 30-40 beteg, az nagyon sok. Félnapos rendelési időben. És főleg mondjuk az influenza időben, vagy iskola kezdési időben, meg egyéb, szóval maga az emberekkel való foglalkozása az rengeteg energiát elvesz. És ugye a beteg az általában van nehéz beteg, és van könnyű beteg, de azért beteg mindenki, mert valami baja van, és akkor ideges tőle. Tehát azt a rezgés számot a doktornak, a jó doktornak le kell venni a betegről. És akkor jön a kérdés, hogy és még mivel terhelhetjük mi a doktorokat, de ugye az a szerencse, hogy ez a praxis közösség, mindenki azt gondolja, hogy ez a prevenció, tehát az a fajta egészségtudatra ébresztés és nevelés, az azért fontos, mert hogyha csupa egészséges ember lenne, akkor nem lenne az orvosnak annyi baja. Ugye akkor csak valami, jön egy baktérium, egy vírus, vagy valami baleset, és akkor ezek ütik el a betegeket, akkor ezt meg lehetne gyorsan gyógyítani. De a betegségek jelentős része, az elváltozások azért az életmód függvényei is. Tehát a nagy általánosság ez, de helytelen életmód. Szóval azért nem kéne zsírosakat, olyan jellegű magyar konyhát enni valakinek, aki már amúgy is hajlamos valamiféle anyagcsere problémára, akár a pajzsmirigye miatt, akár az inzulin szintje miatt, akár májpet mondjuk, talán alkoholizális. Szóval tehát annyira összetettek ezek a kérdések, hogy ténylegesen a házi orvos, aki az egyedi foglalkozásba tud olyan jó tanácsot adni, vagy a nővér odasúgja, hogy most egy kicsit magasabb az a mérleg, és nem kéne legközelebb, nehogy már, mert akkor a doktornő mit fog mondani. És kell, tehát a foglalkozás az emberekkel fontos, és ezt tudja nyújtani pluszba többek között a praxis közösség, minden egyes orvosa, hiszen ez tényleg egy bizalmi kérdés, hogy hogy van. Na, ez volt az egyik része. A másik, amit kérdezett, pedig a szintérprogramoknál az emberek lakosság megszólítása. Ott pedig van, amikor könnyű, van, amikor nehéz. Attól függ, milyen téma. Maga a szintérprogram rendszere az úgy működik, hogy elsősorban az igények szerint próbáljuk, hogy melyik településnek, melyik praxisnak mire lenne igénye. Most például visszafelé megyek a kronológiában, a legutolsó ilyen szintérprogramunk Budakalászon volt, pontosan a Diabetes Világnap alkalmából, ami november 14-én volt, és ott úgy gondoltuk, hogy rögtönzünk egy mini egészségnapot, ami célzottan a diabetes cukorbetegségről szólt, és megpróbáltunk tudományos előadást is belerakni. Tehát konkrétan a Gálkati Körzet, a házi orvos körzet egy kifejezetten a betegeknek szóló szövődményekről beszélt, a lehetséges szövődményekről. A dietetikus pedig egy nagyon színes előadást végigvitt és végignézett azért, hogy tényleg mi a figyelemfelhívás, és hol kell elkezdeni a prevenciót. És ugye becsempésztünk ebbe azért a helyszínen mégiscsak vércukormérést, egy kis vérnyomásmérést, jött az EFI, ez egy közös rendezvény volt, jött az EFI iroda az INBADI készülékkel, tehát egy állapot, testösszetétel állapotmérés volt, ők is adtak tanácsot. Volt benne, ami mindig az attrakció, a kóstolás, és úgy gondoltuk, hogy abszolút legyen egészséges a dolog. Különböző gyümölcs és gyógynövény tejákból volt egy kollega, aki bemutatót tartott, nagyon finom teják voltak különben, illetve csináltuk a smoothie kóstolót, ami arról szól, hogy a cukorbeteg is
megeheti. Tehát nem a gyümölcslevekről van itt szó, hanem a teljesen natur tiszta zöldség és gyümölcs nyers anyagról, rostos anyagról, és abból mennyi adagba mennyi gram van. Tehát, hogy figyeljük, hogy mérjünk, és óriási sikere volt különben. Tehát én ennek örülök, hogy ilyen kis mini egészségnapok. Most itt a pozitívum az, hogy Budakalászon működik egy nagyon-nagyon jó minőségű tetrekész csapat, a Budakalászi Egészségklub Egyesület. És ők, ővelük bárhova megyünk, ők azonnal jönnek, mennek, és minden ügynek a bajnokai, hál' Istennek. Szentendrén egy másfajta klub van, itt pedig Hasis doktornőnek a betegeiből van egy másik klub, ők pedig mindig egy megfelelő témáról szóló előadást kapnak. Most utoljára az influenza oltásról, vakcinációkról és egyebekről volt szó. Aztán van olyan előadás, ami a virtuális valóság előadása, ami szintén a barlangban volt, most szentendreieknek. Ez elsősorban az internet problémák és egyebek, és nagyon örülök, hogy szülők és gyerek is volt ott, aki érdeklődve hallgatta, hogy mik ezek a szenvedélybetegségig fokozódó őrület az internet világában, amit nagyon nehéz, tehát ez káros az egészségre nagyon-nagyon mértékben. Tehát a lakosságot könnyű is megszólítani, meg nehéz is. Ha mondjuk nyári időszak van, és mindenki nyaral, akkor nem igen lehet nagy programot csinálni, akkor megmondom, mit lehet. A Magyarország szűrőkamionját ki lehet csábítani a Dunapartra, ahogy most mondanám, hogy már megígérték, hogy jövőre is jönnek, tehát az Iszternapokon megint ott lesznek, és akkor ez egy nagy attrakció, mert ott valami mindig van. Illetve az iskolás gyerekeknek megcsináljuk ezt a HIS Student programot, ami oda mehet és megtapogathat mindent. Tehát a bábút, a szemet, a szemgolyót szétszedi, a szívet szétszedi, gerincet le tudja bontani csigolyákra. És ez is egy attrakció, és elhozza a nagymamáját. Vagy speciálisan a nyugdíjasoknak csinálunk ilyet, hogy menjen be minden nyugdíjas, azt nézze meg, hogy mi van. És ugye én azt mindenképpen azt szeretnénk, és mindig ezt kérem mindenkitől, hogy ami papírt kap, azzal kopogjon vissza be a házi orvosához. Hogy nézze meg az orvos, hogy milyen eredményt láttak. És ez egy dolog, hogy egy gyors kütyűvel mit mérünk meg. De valamilyen jelzéseket már lehet kapni, és ha látom, hogy ott van egy eltérés, akkor lehet abba az irányba a beteget tovább küldeni, hogy tényleg nézzünk meg egy komolyabb kivizsgálást. És hogyha már a lakosság megszólításáról beszélünk, akkor kicsit érjünk rá a jövőre is, hogy mik a célok így a jövőt illetően, hogyan próbálják majd a lakosságot megszólítani, illetve mit szeretnének nyújtani nekik? Én azzal kezdem, ami nem biztos, hogy de mondom, szóval a világ béke. Szóval a békét lenne jó nyújtani, és a béke úgy tud igazából hatni, hogyha mindenki megelégedett önmagával. Tehát nekem titkos terveim között szerepel, és most a közalapítvány beadott egy újabb pályázatot, ami igaz ugyanúgy a kábítószerprevencióról szól, de ilyen családéletre való nevelés is van benne, és ennek keretében én szeretnék egy felmérést valamelyest végigvinni, és jó lenne, ha meg tudnánk egy felnőtt lakosságra szóló felmérést is nézni, ami az egészségértésről lenne szó, tehát hogy mindenki ugyanazt érti-e nomenklatúrában, tennivalóban, amit tényleg érteni kéne, illetve az öngondoskodás, vagy az maga iránti felelősség, az hol alakul ki. És most ehelyt elmondanék egy nagyon fontos dolgot, hogy a tavalyi, még nem csináltuk meg a teljes anyagot, de a tavalyi felmérésünkből, ami a családéletre való nevelésben szerepelt, én újra föltettem azt a kérdést, hogy mi a fontossági sorrend a gyerekeknek. Ezt megcsinálták gimnazisták is, illetve általános iskola 8. osztályai, ahol az volt a kérdés, hogy mit tart a legfontosabbnak. És akkor felsorol ilyet, hogy az egészség, a párkapcsolat, a szerelem, az igazbarátság, a tanulás, az anyagi jólét, a család, a játszás, a barátok, stb. És na, egyre előkelőbb helyre jön, és most már a második, harmadik helyen, sőt, volt, ahol sorozatban az első helyen szerepelt az egészség. És ez egy azért fontos dolog, mert ha 10 évre visszanézem, akkor az egészség még ott nem volt, csak a 4., 5. helyen. Vagy sportolsz rendszeresen a kérdésre. Na, ez volt a legérdekesebb. Ma már
sportol rendszeresen. Most ugye bevezettük a mindennapi testnevelést, tehát azért ez biztos, hogy számít ebben a körben, hogy annyira sok a mozgás gyerekeknek, vagy mennyit sétál naponta, és ez is írja, hogy megy az iskolába, gyalog ide. Tehát szerencse, hogy azért a szülő a nagyobb korban már nem kocsihoz köti a gyereket, hogy elviszlek az iskola kapuig, mert azért Szentendre egy biztonságos város. Tehát valljuk be, hogy itt azért szerencsére jó a közbiztonság, és a nebulók, most nem azt mondom, hogy dílerekkel, mert nem találkozhatnak a sarkon, de figyelnek erre. Tehát biztos a város. Ezért menjen gyalog a gyerek, 2-3 csoportba összefogva, és gyalogoljon, túrázzon, mert az jót tesz neki a mozgásába. Visszatérve a jövőre még, tehát én ezt a, nagyon szeretném ezt a kérdéskört körbejárni, hogy állunk, mint állunk. Ez a nagy pályázat, ez jó lenne, ez júniusig szerencsésen lezajlik, és a színházi előadásokat szeretnék megint, annak nagy keletje van, valamint egy olyan városi rendezvényt, amit valószínűleg kétszer kell megcsinálnunk, mert kicsi a PMK terme a 380 főre. A rendőrségnek, illetve az ORFK-nak van egy olyan sorozata, ami az ifjúsági, tehát ifjúságvédelem, bűnmegelőzés kérdésköre, de ebben benne van a közlekedéstől kezdve a drog, az alkohol, rablások, minden, szexuális bűncselekményektől kezdve minden, és egy nagyon-nagyon jól képzett, népszerű rendőr úr tartja. Egy 2 órás projekt az egész, és én ezt nagyon szeretném, ha sikerül a városba meghonosítani. Legalább egyszer vagy kétszer jöjjenek el, és nézzük meg, hogy hogy működik ez. Nagy dolog lenne. Aztán sportprogramok lesznek majd, most a Praxis közösség részéről. Egy szerencsés ötvözettel tudunk, most jelen pillanatban a vizes programok fognak majd futni, mert télen ugye nem nagyon akar sehova menni. De én nem teszek le arról, hogy csinálunk egy dunakanyarsi kupát például, mert annak idején én a közalapítvány szervezett egy ilyet, hogy például az oxigéntúra az egy 2 napos biciklitúra volt, és ebből nőtt ki a Pilisi tekerő amúgy. És ugyanígy volt egy Dunakanyarhol fesztivál, ahol települések versenyeztek a nagy sípályán, nagy villámon, és ott, ha jól emlékszem, Pomáz lett az első, pomázi síelők, és óriási siker volt. Úgyhogy ezt is fel lehet eleveníteni a sport részéből. Az egészségnapok szokásosak, és hát amiket kapunk, híreket, hogy ki mit szeretne, és én erre várok, hogy mindenki mondja, hogy mit szeretne. Különösen az iskolák, hogy mire van szükségük. És nem is kell nagyon messzire menni, mert most csütörtökön délelőtt is lesz egy programja a Praxis közösségnek. Mi lesz ez pontosan? Ez igazából nem kötjük sehova. Most ezt nem akarnám. Maga ezt a közalapítvány szervezi szokás szerint, és évek óta most már igazából 10 évvel ezelőtt kezdtük először el, méghozzá a régi ANTS kezdte. Tehát amikor probléma volt a fertőzésekkel, és az AIDS 90-es években óriási robbanás volt, akkor kezdték el előadni, iskolába jöttek, felvilágosító előadásokat tartani, és egyebek, szexuális életre nevelés kérdése, kábítószerprevenciók, a rendőrség DADA programja indult akkor különböző szinteken. No, és december 1-e az AIDS világnapja, ECLENI küzdelem világnapja pontosan, és ezért most már évek óta meg tudjuk rendezni egy óriási showműsort, ami arról szól, hogy van egy vetítés, van egy zeneszám, amit a Schwarz Dávid énekel, és elsőbb a Freddie Mercury és egyéb számokat, amik hát valljuk be, hogy világzene, sőt, tehát azért az egy fantasztikus zene. Előadások vannak benne, Szlávik professzor utat előadást, aki magyarországi infektológiának az egyik vezető szakembere, hiteles és vezető szakembere, és hát az AIDS-prevencióról mindig ő tud, hiszen ő vezeti az AIDS-es osztályt a László kórházba, az AIDS-betegeknek a kezelését. Mindig kitalálunk valamit, vagy egy külön vetítést, ahol ilyen informatív anyagokat, ilyen ismeretterjesztő jelleggel, ilyen felvillanás, ilyen gyorsan jegyezze meg, hogy mit tudom én, Európában 1 millió AIDS-es van, vagy nem. Ez az egész világra érvényes, az 1 millió 4. Gyógyítható-e, vagy nem. Tehát ami kell, hogy legyen benne a fejekbe, csak a zárás, mert azért nem egy nagy műsor, ez egy óra 20 perc maximum, pedig a Schwarz Dávid újra énekli a legklasszabb Freddie Mercury slágereket, és akkor vége van ennek a showműsornak, és minden iskola megy tovább a helye, amire
szokott menni. Most az idén ezt együttesen támogatva az EFI-vel fogom rendezni. Itt mennyire szoktak egyébként kérdések elhangozni, mennyire merik felvállalni a fiatalok a kérdéseket, vagy inkább külön szokták ilyenkor az előadót faggatni? Próbáltuk ezt úgy, hogy föl lehet tenni ante plénum természetesen a kérdést, de azért 300 akárhány gyerek ott van egy óriási színházteremben. Egyrészt nehéz mikrofonnal rohangálni, tehát nem tudja oda vinni. Ekkora tömegben nem nagyon szeretnek kérdezni. Én pont ezért csináljuk azt, hogy évközben is egy-két alkalommal attól függ, hogy hol. Mondjuk a Petzetben mindig van, esetben a gimnáziumokban van ez most már. Teszünk külön szexuális felvilágosító előadásokat. Vagy nőgyógyász doktor megy oda, vagy pedig az ANTS-ből jönnek egy védőnők, nagyon jó képzett szakemberek, és ténylegesen olyan témákban tudnak újdonságokat mondani, hogy nem is gondolná az ember, hogy szóval én azt gondolnám, hogy sokkal több tárgyi tudása van, és felvilágosultak a mai fiatalok, és kiderül, hogy nem. És akkor itt jön a kérdés, hogy hát ő mást olvasott az interneten. Na hát ez nagyon nem jó. Ne az interneten olvasgatjuk, hanem szakemberrel, a forrás fontos, mert az interneten is lehet olvasni, de lehetőleg ne pornó oldalakat olvasgassunk, vagy nézegessük. Tehát a helyes szexuális kultúra ismerete nagyon fontos a megfelelő családi élet kialakításában, a családi élete való nevelésbe. Tehát ezért kell ideje korán annak a szakembernek. Most például tavaly nagyon érdekes volt, hogy a SZEI-nek az egyik vezető nőgyógyásza, nagyon jó előadó Lőrinc doktor, ugye tavaly is adott elő, és az iskolákban elment, és srácoknak néma csönd volt az osztályban. És kérdeztek, a végén kérdeztek. Tehát egy osztályközösségi mennyiség, gyerek, 30 gyerek mondjuk, ott lehet kérdezni. Ilyen nagy tömegben nem nagyon. Biztos, hogy nem lesz ellenére egy előadónak se, ha mégis kérdeznek, de nem nagy. Zsenárd a srácoknak azért ilyen tömeg. Minden esetre nagy élmény volt nekem is, hogy milyen sokrétű az a feladat, illetve a munkakör, amit a praxis közösség itt végez Szentendrén, illetve ebben a térségben. Úgyhogy nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásokat. Én köszönöm, hogy elmondhattam, és mindig nyitott a tévé arra, hogy a jó műsorainkat fölvegye és jöjjenek. Ez ugyanúgy kölcsönös. Köszönöm. A mai testőrben Gerőcs Katalinnal, a Szentendre és Vidéke Praxis Közösség projektvezetőjével beszélgettem. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!